Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Brajer Péter a klézmerészektől, és változatlan itt van Kovács András, az Origo főmunkatársa. Ha jól értem, akkor bármicvó korba érkezett az együttes. Mit tud erről mondani? Így igaz. 2005. február 5-én adta az együttesünk az első koncertjét a Budai Micve Klubban, ami a Frankel Leo zsinagógai körzetnek a kultúrterme, és hát akkor még remegő lábakkal álltunk ott hatan, és nagy nehezen összeállítottunk egy műsort. Ehhez képest a 13 év az nagyon sok élményt, sikert, eredményt és új számokat hozott. Kibővültünk egy taggal, az akkori 6 fős együttes, ma 7 fős, lett egy basszistánk, egy bőgős bassgitárosunk. Röviden. Hány koncertet sikerült adni az elmúlt 13 év alatt? Van egy szám erről? Nincs. Nincs, de évi 15-18 koncertünk van. Hány külföldi szereplésük volt? A két legjelentősebb az 2014 és 2015, a Cvati Klezmer Fesztivál. Ezen kívül léptünk föl Szlovákiában, Romániában, és hát nagyon szeretnénk egy kicsit bővíteni a távolságot, növelni a távolságot, és kicsit távolabbi országokba is eljönni. Kik tartoznak az önök fanklubjába? Kik az önök vendégei általában? Kiknek zenélnek? A legkülönbözőbb korosztályoknak, és még csak azt sem tudom mondani, hogy feltétlenül csak zsidó közönségnek. A közönség soraiban olyan emberek vannak, akik szeretik a jó zenét. Nagyon sokszor oda jönnek utána beszélgetni hozzánk arról, hogy most ez a zene miért ilyen, mit jelentenek ezek a sorok, vagy szavak, vagy nóták, miért pont így állítottuk össze a műsorunkat, szóval sok mindenki. Álljunk meg egy pillanatra, segítsen nézőknek, miből is lett a klézmer, mi az a klézmer tulajdonképpen? A klezmer az a zsidó folklór zene. Amit klezmernek hívnak, másokén klezmer. Igen, hát mi klezmernek hívjuk magunkat, és klezmerésznek hívjuk magunkat. Lehet, hogy Izraelben miután az E-nek két ejtése van, ott klezmernek kell ejteni. Na tessék, most leizraelizett. Na, megértük, ez még jó, hogy nem lezsidózott, de nem baj. Halljuk akkor a magyarázatot, honnét is van, szóval, ez a klezmer. Ez tulajdonképpen a zsidó folklór zene. A klezmer szó maga klezmer, két szóból áll össze, és tulajdonképpen a zeneszerszámot és a zeneszerszámot megszólaltatót jelenti. És körülbelül olyan 15-16. Század környékére tehető vissza az a klezmer zene, ami itt Közép-Kelet-Európában kialakult. Az évfordulóhoz kapcsolódóan tervezik-e, hogy kiadnak-e valamilyen nagyobb lemezt, CD-t? Nem, ezeket nem nagyon adnak ki, csak CD-ket. CD lemez. Igen, tervezzük a harmadik CD-nk megjelentetését, nem közvetlenül az évfordulóval kapcsolatosan. Nagyon sok problémánk volt az elmúlt másfél-két évben, úgyhogy egy kicsit csúszik a CD kiadása, de 2018-ra... Milyen problémáik voltak? Nehogy azt mondja, hogy anyagiak, mert azon nem tudom. Nem. Az egyik problémánk az volt, hogy gitáros hiányban szenvedtünk. Ugye és mennyi munkanélküli gitáros van? Hosszú ideig nem találtunk megfelelő gitárost, biztos van sok, de mi nem találtunk olyat, aki megfelelt volna. És a másik problémánk pedig egy betegség, ami az egyik kollégánknak közbejött, és hát ez csúsztatja a lemezkiadást. 2018-ra milyen jelentős fellépések várhatok, azon kívül, hogy szokás szerint majd fognak zenélni a Vicónak és mindenféle ünnepeken? Hát
tulajdonképpen az első ilyen jelentős koncert, az a február 4-i koncertünk, amit megkeresett bennünket a Nyitott Baráti Kör, ami egy vadonatúj civil szerveződés, és egy informális civil szerveződés, tehát nem bejegyzett, és mindenféle jogi procedúrának megfelelő együttes, hanem négy civil személy összeállt és kitalálta, hogy legyen egy olyan baráti kör, amely maga szervezi a programjait, amely maga szervezi a találkozók időpontját, hol kirándulni mennek, hol közösen énekelnek, hol meghívnak különböző személyiségeket. Így került sor, hogy meghívták a Klezmerész Együttest, és pont a születésnapunkra, úgyhogy ez nagyon egybevágott avval, hol hogy... Hol lesz ez az esemény? Ez a Frankelle utcai zsinagógában lesz. Ja, ahol kezdték. Ahol kezdtük. Hát ez a klúja a dolognak, a csattanója, hogy ugyanott lesz a születésnapi ünnepségünk, mint ahol kezdtük. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor a 10 éves születésnapunkat is itt ünnepeltük. Úgyhogy mi hűségesek vagyunk a Frankel zsinagógához. A felépéseiken körülbelül mennyi ember szokott megjelenni nagyjából? Mekkora a közönség, aki érdeklődik önök iránt, és ehhez kapcsolódik, hogy gondolkoznak-e olyanban, hogy a közösségi médiában terjesszék a zeneiket, ahol a nagyobb közönséget tudnának elérni adott esetben? Ez egy két lépcsős kérdés. Az első, hogy mekkora a közönség, ez nagyban függ attól is, hogy milyen körülmények között lépünk föl. A zsidó kulturális fesztiválon például megtöltöttük a Hegedűs-Gyula utcai zsinagógát. Első alkalommal megtöltöttük a Frankel zsinagógát, második alkalommal megtöltöttük a Hegedűs-Gyula utcai zsinagógát. Ezek ilyen 4-600 fős közönség. Most nemrég megtöltötték a Goldmark termet, erről YouTube felvétel is van, a YouTube-on látható a koncert részlete. Igen, és a közösségi médiára annyit, hogy két évvel ezelőtt a... Mindez persze a heti tévé jóvoltából látható a YouTube-on, nem magától. Mi is köszönjük, hogy fölvettétek. A közösségi médiáról annyit, hogy a TV1 két évvel ezelőtti hanukai adásának a zenei anyagát azt mi szolgáltattuk, úgyhogy már előfordultunk itt is, és hát bízom benne, hogy nem először fordultunk, vagy nem utoljára fordultunk elő, csak először. Valami hatalmas terv 2018-ra a február 4-i koncerten kívül, ami a Frankelle úti zsinagóga kultúrtermében lesz még, mi várható? Tervezünk olyan koncerteket, amelyeken meghívott vendégeink lesznek. Egyelőre nem akarom elárulni, hogy kik, mert még állítjuk össze a lehetőségeket. És hát gondolom, hogy ezek nagyobb durranások lesznek, mert azt már megszokták, hogy a klezmerész mit játszik és mit ad elő, de hogy vendégekkel mit produkálunk, az egy másik, magasabb lépcsőfok lesz. Fognak tanulni még új számokat is? Folyamatosan tanulunk új számokat. Hát az új CD-nk például csupa új számból fog állni, illetve elképzelhető, hogy lesz egy vagy két olyan szám, amit felújítottunk, fölfrissítettünk, és egy kicsit máshogy mutatjuk már be, mint ahogy az első CD-nken volt. Most igazából úgy lenne jó, mondom a kollégáimnak, hogy úgy fejezzük be ezt a beszélgetést, hogy földcsendüljön valami a klezmerészektől. Ha ez technikailag kivitelezhető, akkor rajta, addig, ameddig a zene megszólal, van még egy percünk, még beszélgessünk. Név szerint kik is tagjai most a klezmerésznek? Nézzük, hogy föl tudja hétfő reggel gyorsan sorolni föl. Őket. Álmomban is. Van 2 darab énekesnőnk, Klein Judit, de ez nem a híres Klein Judit, hanem a kevésbé híres Klein Judit, Török Judit, ők énekelnek, Szala Judit hegedül, kakuktojásként a klarinétosunk Gordon, de nem Judit, hanem Teodóra, a gitárosunk Sipos Mihály, a basszistánk Temple Richard, és jómagam pedig a dobokat kezelem. Ez az a pillanat, amikor megszólal a zene. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Visszavárunk. Köszönöm. Kedves nézőim, ezzel a megszólaló zenével vége is tér a Pirkadat,
a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Velem legközelebb este 7 órakor a 7 órás vendégbe találkozhatnak. Addig is nézzék műsorunkat, és most hallgassák velünk együtt a zenét. Jó estét kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök. Hölgyek és urak, nagy dolog, hogy eljöttek, és nagyon jó érzés, hogy egy jó ügyér elindultak otthonról, még ha hideg is van, meg sötét is van már. 7 órakor, pláne szombat este ezt a programot választani, ez egy jó választás volt, ebben egészen biztos vagyok, erre garancia. 50 országban van Vicó, ahol bizony nagyon sanyarú körülmények között élnek a családok,